listát készített hazánk legveszélyesebb útszakaszairól a 2017-19 közötti időszak baleseti statisztikái alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A listán szerepel, mint baleseti helyszín a 4-es számú főút. 168 baleseti góchely közül 10 megyénkben található. Felkerült a listára a 4-es, a 32-es és a 44-es számú főút is. A legtöbb halálos baleset, összesen 2, azonban Karcag külterületén a 4206-os számú út és a 4-es főút kereszteződésében történt a vizsgált időszakban. Ketten vesztették életüket még 2017. március 6-án Karcag külterületén a 4-es főút és a 4206-os számú út kereszteződésében. Egy személygépkocsi vezetője nem adta meg az elsőbséget a 4-es számú főúton közlekedő kamionnak, így összeütköztek. A karambol során a személyautó megpördült és egy másik gépkocsinak is neki csapódott. A balesetben a kamionnal ütköző autó utasa a helyszínen életét vesztette, sofőrje pedig a kórházba szállítását követően hunyt el. Ez a karambol is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az említett útszakasz a 12. helyet foglalja el a nemrég felállított országos listán. Tavaly a legveszélyesebb góchelyeken már megtörténtek a beavatkozások, illetve a nagyobb volumenű átépítésekhez a szükséges tervezési munkákat is előkészítette a közútkezelő. A Jászlókun-Szolnok megyében lévő 10 baleseti góchely közül 3 a gyors forgalmi utakhoz mérhető forgalmi terheléssel rendelkező 4-es főúton található, Szajol, Fegyvernek és Karcag térségében. A meglévő jelzőlámpás csomópontban idén tavasszal új forgalomtól függő programot alakítanak ki a szakemberek, a fegyverneki és a karcagi kereszteződések pedig várhatóan átépülnek. A lakott területen belüli helyszínek forgalmas városi útszakaszokon csomópontokban találhatóak, tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor. A 32-es számú főút szolnoki szakaszán már rendelkezünk tervekkel egy jelzőlámpás csomópont létrehozására, a Karcagon lévő 4206-os út kereszteződésénél pedig tavaly ősszel hazai forrásból forgalomtechnikai beavatkozás történt, ismertette a szakember. A szakemberek mindenkit arra kérnek, fokozott óvatossággal közlekedjenek.